Az ukrán légierő délelőtt közölte, hogy a hajnali támadáshoz mennyi rakétát használtak fel az oroszok. A közleményben azt írták, hogy 40 rakéta érkezett, amelyek közt különféle típusok voltak az átalakított légvédelmi rakétától kezdve a ballisztikus rakétáig. Azt is közölték, hogy ezek közül mindössze 8-at lőtt le az ukrán légvédelem, ugyanakkor hozzátették, hogy további több mint 20 darabot rádióelektronikus eszközökkel térítették el, és ezeket így nem kellett lelőni. Korábban egyébként több ukrán városból is robbanásokat jelentettek, de a károkról nem sok adatot hoztak nyilvánosságra az ukrán hatóságok. Egyedül annyit lehet tudni, hogy Poltava, Csernyihív és Szumi régiókban lakóházakra zuhant egy-egy rakéta. Előbbi helyszínen az eszköz nem robbant fel, az utóbbi kettőnél viszont igen. Mindkét helyen több lakóépületben károk keletkeztek emiatt, és Szumiban egy 47 éves nő megsérült. Január 14-én a svájci Davosban rendezik a 4. nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó tanácsadói találkozót az ukrán békeformuláról. Adta hírül a korrespondent.net a svájci szövetségi tanács nyomán. Tájékoztatásuk szerint több mint 80 delegáció vesz részt az eseményen. A találkozónak, amelynek társelnökei Ignácio Cassis, szövetségi tanácsadó, és Andriy Jermek, Ukrajna elnöki hivatalának vezetője lesznek, célja a nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén folytatott tárgyalások lezárása a fenntartható és igazságos ukrajnai béke elveiről. Ezeknek az elveknek kell a béketeremtő folyamat következő szakaszainak alapjaivá válniuk, áll a közleményben. A beharangozó szerint a nemzetbiztonsági tanácsadók a 4. davoszi találkozón ismertetik a munkacsoportok eredményeit és megvitatják a következő lépéseket. 2023-ban 62,5%-kal nőtt a regisztrált kibertámadások száma, számolt be az Állami Kibervédelmi Központ kiberincidensekre reagáló operatív központja. A kibervédelmi szakemberek mintegy 18 milliárd eseményt dolgoztak fel, amelyeket a számítógépes incidensekről és a számítógépes támadásokról szóló megfigyelési, elemzési információk alapján észleltek. A kezdeti elemzés során 133 millió gyanús információbiztonsági eseményt észleltek, és gyanús információs események kiszűrésével és másodlagos elemzéssel 148 ezer kritikus információbiztonsági eseményt dolgoztak fel. Legutóbb, 2023. december 12-én Ukrajna legnagyobb mobil szolgáltatója, a Kyivstar szenvedett el kibertámadást, amely az ország különböző részein legalább 48 órára megzavarta a telefon és internet szolgáltatást. A miniszteri kabinet január 12-i ülésén újabb ipari park létrehozásáról döntött Kárpátalján, jelentette be Denis Mihály miniszterelnök Telegram csatornáján. A kormányfő tájékoztatása szerint több mint 5 milliárd hrivnya értékű hosszú távú beruházásról és mintegy 2000 új munkahely létrehozásáról van szó. A gazdasági minisztérium arról számolt be, hogy a Kárpátalja megye Beregszászi járásában létrehozandó BF Terminál ipari park bekerült az ipari parkok nyilvántartásába. A park MDF és CLT lapok, laminált padló burkolat és parkettat gyártására fog szakosodni. Területén átrakodási komplexum működik majd. Fontos, hogy a helyben működő feldolgozó vállalatok termelési hulladéka felhasználható legyen a termékek előállításához. Ezért a park létrehozása az egész régió gazdaságára fokozottan pozitív hatással lesz, közölte a tárca. A BF Terminál idén az ipari parkok nyilvántartásába felvett első park és a 74. ezen a listán. A 2024-es állami költségvetésről szóló törvény hatályba lépésével Ukrajnában január 1-től a cselekvőképes személyek létminimumának összege 3028 hrivnyára nőtt. A minimálbér jelenleg 7100 hrivnya, áprilistól pedig 1000 hrivnyával több, azaz 8100 hrivnya lesz. Ezen számítások alapján módosul az egységes adót fizető vállalkozók adójának mértéke és jövedelem határa.
Az egységes adót fizetők első csoportja esetében 2024-ben a maximális éves bevétel 1.185.700 hrivnya lesz. A második csoport esetében 5.921.400 hrivnya. A harmadik csoportba tartozó fizetők számára a maximális bevétel összege 8.285.700 hrivnya. Az egységes adó mértékét százalékban számítják ki, és szintén a létminimum és a bérek szintjéhez van kötve. Az összeget a helyi önkormányzatok határozzák meg, de nem haladják meg a maximális mértéket. Az első csoportba tartozó egységes adót fizetők maximális mértéke a létminimum 10%-a. Ma ez 302 grivnya 80 kopéka. A második csoportba tartozó egységes adót fizetők esetében a maximális mérték a minimálbér 20%-a. Ma ez 1420 grivnya. A harmadik csoport a választott típus szerint 3 és 5%-ot fizet. Az egyszeri szociális hozzájárulás, amely a minimálbér 22%-a, januártól 1567 hrivnya, áprilistól pedig 1760 hrivnyára emelkedik.